Német Levente sokáig focista karrierről álmodozott, Stamler Lajos növendékeként azonban inkább a tervező grafikusi pályát választotta. A szakember elsősorban arculat tervezéssel foglalkozik, de az ő nevéhez köthető a Királyok és Keresztek című magyar történelmi képregény is, amelyen 2015-ben kezdett dolgozni szerzőtársával Mészáros Jánossal. A régi kockás és a régi füles Magazinokban található képregények miatt kezdtem el alapvetően rajzolni, azokat kezdtem el másolni. És, és uh, most ezek így fölsejlettek bennem, hogy 25 év tervezőgrafikai munka után én nem rajzoltam egy vonalat se az elmúlt 10 évben, és nagyon hiányzott. És nagyon szerettem volna valamit csinálni, és erre találtam ki ezt a képregényes dit Német Levent 1990-ben érettségizett a Kanizsai Gimnáziumban. Hozzá gyakran visszatérdek egykori diákok a blg be hogy hivatásukról, pályaválasztásukról meséljenek a mai fiataloknak. A pályaorientációt ugye lehet elméleti alapokon is üzni, sőt, még tanúrákat is lehet hozzábígyezteni, de, a, de az élő szó és a, 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 szívből jövő, kommunikációnál nincs hatékonyabb. Ezt tapasztalhattuk meg német Leventénél is, akire valóban sok szempontból nagyon büszkék lehetünk. Német Levente nem csak a Batyányiban mutatkozott be. A grafikusnak adásunk előtt nem sokkal kiállítása nyílt a Magyar Plakátházban. Alkotásait egy hónapon át nézhetik meg az érdeklődők.